Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket március 16-án. Ezen a héten ünnepeli az Anya Szent Egyház Szent József ünnepét. Szent József templomnak vagyok a plébárosa, és különös alkalom ez, hiszen Egyház megyénk főpásztora Marton Zsolt látogat el ebből az alkalomból hozzánk. Ő mutatja be az ünnepi szentmisét, vele fog majd koncerebrálni szombaton. Szent Józsefről néhány gondolatot. Szent Atya apai szívvel, ezzel a címmel írt egy apostoli levelet nem régen, pontosan 2020. december 8-án adta ezt ki, amikor is elkezdődött a Szent József éve, egy évig tartott, 2021. december 8-áig. Abból az alkalomból hirdette meg a Szent Atya Ferenc pápa, hogy 150 évvel ezelőtt boldog 9. Pius pápa 1870. december 8-án írta alá azt a dekrétumot, amely a katolikus egyház védőszentjévé nyilvánította Szent Józsefet. Mit tartalmaz ez az apai szívvel című címmel kiadott apostoli levél? Erről, illetve ebből szeretnék önökkel megosztani néhány gondolatot. Apai szívvel így szerette József Jézust, akit mind a négy evangéliumban József fiának neveznek. Szent Józsefben mindenki megtalálhatja az észrevétlenül maradó embert. A mindennapi jelenlétében diszkrét és rejtett embert, a közbeljárót, a támogatót és a vezetőt a nehéz időkben. Több fejezetből áll ez a kis írás. Az első fejezetben a Szent Atya szeretett apaként említi Szent Józsefet. Szent József nagysága abban áll, hogy Mária férje és Jézus apja volt. Hatodik Pál meglátása szerint életét áldozattá tette. A második pontban gyengéd apa, ezt írja a Szent Atya. Jézus Józsefben látta meg Isten gyengétségét, idézve a 103. Zsoltár 13. versét. Amilyen gyengéd egy apa gyermekei iránt, olyan gyengéd az Úr azokhoz, akik félik őt. József aggódásán keresztül is megvalósul Isten akarata. Története, projektje. József így azt tanítja nekünk, hogy az Istenbe vetett hit magában foglalja azt a hitet is, hogy ő félelmeinken, gyarlóságainkon, gyengeségünkön keresztül is képes működni. A negyedik fejezetben az elfogadó apáról ír. József nem egy passzívan beletörődő ember, vezető szerepe bátor és erős. Az elfogadás az az út, amelyen keresztül a szentélektől kapott erő, ajándéka megnyilvánul életünkben. Csak az Úr adhat erőt ahhoz, hogy elfogadjuk az életet úgy, ahogy van, hogy teret adjunk a lét ellentmondásos, váratlan, kiábrándító oldalának is. A hit az, amelyet Krisztus tanított nekünk, inkább az, amit Szent Józsefnél látunk, aki nem keres kiskapokat, hanem nyitott szemmel szembenéz azzal, ami történik vele, és személyes felelősséget vállal érte. A hatodik fejezetben a dolgozó apáról ír a Szent Atya. Az a személy, aki dolgozik, bármi legyen is a feladata, magával Istennel működik együtt, és bizonyos mértékben a körülöttünk lévő világ teremtőjévé válik. És a hetedik fejezetben az árnyékként kísérő apát írja le. Gondoljunk csak arra, amire Mózes emlékezteti Izraelt. A pusztában láttad, hogyan vitt téged az Úr, a te Istened az egész úton, hogy az ember a saját fiát viszi. József így gyakorolta apaságát egész életében. Apává nem születik, apává válik az ember. És nem csak azért válik azzal, mert gyermeke születik, hanem azért, mert felelősséggel törődik vele. Apának lenni azt jelenti, hogy a gyermeket bevezetjük az élet megtapasztalásába, a valóságba ne tartsd meg magadnak, ne börtönöz be, ne birtokold, hanem tedd képessé arra, hogy döntsön, szabad legyen, elinduljon. Az apa jelző mellett a hagyomány vélhetően ezért adta Józsefnek a tisztaságos jelzőt is. Ez nem egy merőben érzelmi megjelölés, hanem a birtoklás ellentétét kifejező viselkedésmód összefoglalása. A tisztaság a birtoklástól való mentesség az élet minden területén. A szeretet csak akkor valódi szeretet, ha tiszta. A birtokolni akaró szeretet végül mindig veszélyessé válik. Bebörtönöz, megfojt, boldogtalanná tesz. Maga Isten is tiszta szeretettel szerette az embert, szabadon hagyva arra, hogy hibát kövessen el, és szembeforduljon vele. A szeretet logikája mindig a szabadság logikája. És József rendkívül szabadon tudott szeretni. Sohasem helyezte önmagát a középpontba. Úgy tudott élni, hogy nem, nem önmagát, hanem Máriát és Jézust helyezte életének középpontjába. A világnak apákra van szüksége. Valahányszor olyan helyzetben vagyunk, hogy az apasságot kell gyakorolnunk, mindig emlékeznünk kell arra, hogy az sohasem a birtoklás gyakorlása, hanem jel, mely egy magasabb rendű apaságra utal. Bizonyos értelemben valamennyien mindig József állapotában vagyunk. Annak az egyetem mennyei atyának az árnyéka vagyunk, aki felkelti napját gonoszokra és jókra, és esőt ad igazaknak és hamisaknak egyaránt. Olyan árnyék, amely követi a Féút ebből a levélből idéztem, illetve írásból, és egy olyan mondás, amit a Szent Család, illetve a Szent József templomban minden szentmise előtt és után is el mondani, Szent József, légy ura, kis családunk pátronosa, egyetértés, hűszeretet, Egyesítse szíveinket, az ég felé mutas utat, gyámolítsd az ellankadtat. Küzdelmünkben légy segélyünk, erényekben példaképünk. Átadjuk a házkulcsait, oltalmazd és véd lakóit. Zárd ki mindazt, ami káros, ami üdvünkre hátrányos. Engedd be az Isten áldást, minden jóban gyarapodást. Ajánlj minket Jézusodnak és szepőtelen szűzarádnak, hogy családunk, háza, názáretnek legyen mása. Amen. Köszönöm a figyelmüket.